Hosszú és fárasztó év végéhez közelítenek a bajai karatékák, azonban a fiatalok mostani formáján és teljesítményén ez szerencsére egyáltalán nem látszott meg. Ken Robert és Hent Zoltán megfelelő felkészülést követően engedte csatába a tanítványokat, amieink mind fizikálisan, mind pedig fejben megfelelő állapotban voltak. Egy nagyon klassz kis torna volt, igazán de nem volt egy túl nagy létszám, hogy 100 körüli gyerek jött össze. Én úgy gondolom azért ez már az utolsó hónapnak is betudható. Nagyon jó meccseket láttunk egyébként, tehát ügyes volt mindenki. Ken Robert csapatából többen is remekeltek, és a dobogón vagy annak közvetlen közelében zárták a versenyt. Emelíz Ágoston aranyat, Bíró Botond ezüstöt, Hazafi Laura és Bagó Larion bronzérmet nyert, míg Bagó Flórián és Antal Péter egyaránt a negyedik helyen végzett. A szép eredmények okozta öröm mellett a bajaiak mestere bosszankodott is egy sort a versenyen. Történt egy-két olyan dolog, amivel nem biztos, hogy egyetértünk, például Antal Peti esetében, ugye őt leléptették, az utolsó mérkőzésén úgy fejbe rúgta az ellenfelét, ugye, hogy kórházba kellett szállítani, de most ez utánpótlás kategóriában ez nem megengedett. Ugye ez egy olyan dolog volt, amivel én nem feltétlenül értettem egyet, mivel úgy láttam, hogy úgy gondolom, hogy nem volt azért ez teljesen szándékos, de hát mindegy, a bírók így döntöttek. A sportolóink most egy rövid pihenőre mennek, majd a kettő ünnep között a hagyományos évvégi edzőtáborozáson vesznek részt a bajai dojóban.